Köszöntöm mindenkit a első Kvékú podcasten, ahol is Dark Oddest, Kilkist és Smogit fogjuk meginterjúolni, pontosabban én. Az elmúlt Nation Cup-ról és történéseiről. Először is megkérnék akkor mindenkit, hogy röviden mutassa be magát, mióta játszik és milyen csapatban van jelenleg. Sziasztok, Simon József vagyok, Elias Gandhi, 29 éves alkoholista és munkanélküli. Nem kicsit komolyabban Dashani, 99 óta lövöm meg a szintet. Kisebb-nagyobb, inkább kisebb kiadásokkal jelenleg a svéd Action League-en csapat egyengítőn. Borga Sztárpádot hallottuk. Átosabbnám a szót a többiekre. Bát nyomjad, te vagy a bannolt. Parker Zsolt vagyok, és 2004 óta nyomom Nathan a Quake-et, és most a House of Quake csapatát erősítem. Folytatnám. Sziasztok, Link Norbert vagyok, Kilkist néven játszom. Egy 5-6 éve játszok a játékkal, és most jelenleg egy fan teamben játszok, egy-két német arccal. Uha, rajtam a sor. Tucsain Gábornak hívnak, Smogi a nickem. 21 éves vagyok, és már vagy már két, hete nem két éve játszom. Jó. És a Team Vírus csapatát erősítem. Tehát mivel a Nation Cup-ról lenne szó, ezért így áttekintve mit gondoltok, hogy milyen csapatok voltak hozzátok képest, és ahhoz képest ti hogyan teljesítettetek? Esetleg mivel tudtátok volna feljebb hozni magatokat, vagy mi hiányzott előkészületből, vagy gyakorlásból? Hozzáfűzni, hogy ez a sorrend ez maradhat ma is a kérdések megválaszolásában, hogy elkezdtük szerintem. Hát én nyugodt szívvel látom, hogy ennél több van bennünk, főleg egy kis malacunk is volt az idei szezonban. Ugye a legjobb négybesbe jutottunk volna, ami a csapat jelenlegi felkészültségi szintjét tekintve egy csodával lett volna egyenlő. De azt hiszem alapul, hogy az idei hozzáállásunk és felkészülésünk egyenlő volt a nullával. Igen szép helyzet. Néhányat említsek azok az alapját, ezzel magunk mögé utasítottunk. Dánia, Hollandia, Belgium és a Finnek. Többiek? Annyit tudnék hozzá, hogy ez gyakorlatilag egy hirtelen összeverbúvár csapat lett, úgyhogy az eredmény annyira nem meglepő szerintem. Az is csoda, hogy eddig eljutottunk. Így közbevágva azt mondanám, hogy voltak ilyen fórum bejegyzések, hogy a mostani játékosok körülbelül ugyanazok, mint a régi Quake 3-asok, nem meglepő módon, és ebből következik, hogy már mindenki eléggé, úgy mondom, korosodó, és nincs annyira benne a játékban, nem is annyira érdekli a Nation Cup. Erre mit mondtok? Hát én ezt nem gondolom, hogy demotiváltak lennénk. Igaz, hogy ez a sokadik Nation Cup játszunk, nyilván nem olyan hozzáállásra állunk hozzá, mint eleinte. Tényleg meg azok az új kihívások, mint annó, de motiváció az még mindig megvan. Igazából inkább a csapaton múlik, hogy össze tudunk-e állni éppen, vagy mennyit játszunk így az adott Nations Cup előtt együtt. De van idő a játékban, van motiváció is, én így látom. Erre szeretnék rácáfolni az én szemszögemből, mert én azt vettem észre, hogy ugyebár Magyarország az összes Nations Cup-on egy nagyon jó line-up-ot tudott felállni, és az utóbbi egy-két évben vettem észre, hogy olyan játékosok, mint például Zoli, abba hagyták, több játékosunk is nem úgy áll már hozzá, ahogy régebben, valószínűleg ez az eltelt időnek köszönhető, és ezért született ez a csapat is, ahol így kellett megoldani, hogy azokat a játékosokat, akik inaktívak, olyan játékosok helyettesítik, akik lehet, hogy mondjuk szintet nem lőnek, csak
aktív. Ez így gyerek. Van, és ezzel én úgy gondolom, hogy nincs is semmi baj. Inkább azok játszanak, akik jobban élvezik a játékot, akik több időt fektetnek bele. Nek így kell lenni. Hát idén volt az első név, hogy nem a minden évben összeszokott 4-5-ös játszott, hanem helyet kaptak mások is a csapatban. Veszhetjük őket utánpótlásnak is. Ahhoz képest nem volt ez. Például egy bannolt. Hát ahhoz képest semmit nem játszottunk. Igazából nulla practice meccset játszottunk, ahhoz képest elég jó helyezést néztünk el. Így van. Hát az tényleg, hogy a srácok is elmondták, soha nem játszottunk meccs előtt, mindig csak mondjuk a meccs időpontjára estek be emberek. Volt, hogy nem is tudtunk róla, hanem épp, hogy egy másik társunk közölte, és ahhoz képest tényleg, ahogy indult ez az egész, hogy Ausztriától 2-0-ra kikaptunk, senki sem gondolta volna, hogy esetleg eddig el fog futni ez a szekér. Hát igen, elvileg nevezetesen szándékoztunk idén. Az első meccsen is úgy jött össze a csapat, hogy aztán utána úgy voltunk vele, hogyha belevágtunk, hát fejezzük is be. Ahhoz képest nem gondolom, ez a legjobb 8 ilyen szégyen teljes helyezés lett volna. Őt. Ehhez kapcsolódóan jön a kérdés, hogy elmúlt években mennyire változtak a külföldi országokban és a itthoni csapatban az erőviszonyok. Tehát melyik csapatot látjátok például erősebbnek, vagy az motiváltabbnak? Az élvonal nem sokban, ugyanazokat a nemzeteket gondolom a legjobbnak, akiket 10 évvel ezelőtt is. Viszont néhány nemzetnek igencsak fel tudok kapaszkodni. Hát az ukránok lennek emelni, de szerintem azok. Hát teljesen tiszták. De hát, hogyha megnézzük Dániát, ők sehol nem voltak annó a békés idők alatt, és mióta Kvéklány van, abszolút a topban vannak, úgyhogy van még egy-két ilyen nemzet, akik eléggé fel tudták hozni a szintjüket. Viszont szerintem még annak Kvéklányban az olaszok elég jó helyen voltak, viszont itt Kvéklányban visszaesett a picit. Olaszok? Eltűnt hát nem mondom, hogy visszaestek volna, sőt. A legjobb négyben vannak, úgyhogy. Legjobb négyben vannak, és úgy, hogy Rick May is nem is játszik az olasz tímmel. Tehát ilyen TDM pick-up-okon szoktam látni, hogy a srác az olyan szintet belül, hogy simán helyet kaphatna, és velük akár döntőbe is juthatnának az olaszok. Nem hiszem, hogy ők olyan jók lettek volna. No, nagyon az ős időkben. Millennium hajnalán, ők tényleg jók voltak, de később egyáltalán nem lőttek ilyen kimagasló szintet. Hát viszont a dobogósok azok ugyanazok a nemzetek, mint éven át mindig. Svédek, franciák, ők mindig ott vannak a legjobbak között. Nem is a lengyelek hiányoznak. A lengyelek visszaestek, igen. Igen. Sok olyan nemzet van, aki kisállított csapatot annó, most viszont aktív játékosok vannak, és jót helyt állnak. Nem akkor van az, hogy kéredettebb lett az egész. Nem akarnék a szóba vágni, és akkor jönne még egy utolsó kérdés a TDM-mel kapcsolatban, nevezetesen a ukránok ellen vívott meccse, ahol az első napon teljesen jól teljesítettetek, és tényleg csak a mákon múlt, hogy megvertek titeket egy ponttal. De a második napon látszódott valahogy, hogy nincs nagyon összhangban a csapat, és nem is vagytok rá felkészülve, pedig a saját mapotok volt. Ennek igen, volt valami különleges oka? Igen, nyilván lehetne mondani ugyanazt, amit előzőekben, hogy a készültség teljes hiánya az jött a játékunkon. Főleg ez, mert hát nem is a legjobb felállásra tudtunk. Itt ott se voltam. Például én se. Ja, hát így egyből érthető. Igen. Szeretnék egy... Igen. Meg egy hosszabb monológot ehhez a dologhoz hozzáfűzni. Jeleztem aznap este többiek számára, hogy jó formában vagyok, és úgy érzem, hogy meg tudnám lőni. Kapitányok döntöttek úgy, hogy
inkább játszhatnak egy olyan játékost, aki általában jobb szintet lő, mint én, és nem szeretek volna kockázatni, mivel hangulatjátékos vagyok, és van, hogy néha elkapom a fonalat, de van, hogy nagyon sokszor rettentő rossz teljesítményt nyújtok. Számomra azért csalódás az ukránok elleni meccs, mert akkor úgy éreztem magam ezt a motivációt, hogy meg tudnám lőni, és megértem a kapitányokat, hogy nem akartak kockáztatni, de számomra csalódás volt, hogy akkor nem adták meg a lehetőséget, hogyha nem is az első, akkor esetleg a második. Hát, végül is az már történelmileg így alakult. Akkor a TDM-ről térjünk át kicsit az Instára, és most már Smog és szóhoz tud jutni. Olyaj. Szóval az Insta az viszont nagyon sok reményt fűztetek, mivel tényleg nagyon kevés jó csapat volt most, és hamar túladtatok rengeteg csapaton, és kivehetetek mindenkit a körből, de itt is valahogy elbukott a, azt hiszem a svédek ellen. De először az olaszok ellen. Ja igen, először az olaszok ellen, elnézést. Hát az ok, amiért kikaptunk az olaszok ellen, az szerintem az volt, hogy elég későn játszottuk a meccset, már nekünk későn 10 óra felé, és mi már nem igazán szoktunk akkor játszani. Plusz sajnos a negyedik játékosunk hát nem igazán játszik már. Ilyen egyéb okok miatt, ezért mindig kellett szereznünk egy beugrót, aki általában a QVP volt. És igaz, hogy QVP meglőtte a szintet, amit kellett, de néha neki is elborult az agya, és nem mindig sikerült azt a formát hozni, amit szoktunk. Úgyhogy kikaptunk azt hiszem 2-1-re, vagy 2-0-ra az olaszok ellen a csoportmeccsen. De szoros meccs volt, legalábbis a mi mapunk. És a svédek ellen? A svédek ellen az pedig már az elődöntő volt. Ott a mi mapunk a Iron Wars volt. Ott nem tudom, hogy mit csináltunk, valamit nagyon elrontottunk, azon a mapon elég ritkán kapunk ki, igazából soha. Azt nagyon elrontottuk. Az ő mapjuk pedig japán volt. Azt egész jól hoztuk az elején, 2-0-ra vezettünk, majd egyenlítettek. És mikor visszanéztem a streamet, a vodokat, kiderült, hogy óriási hibákat csináltunk. Például feedernél volt a flag, a saját bázisunkon volt, és teljesen magára hagytuk, tehát így hárman rohantunk előre, és szegény feeder pedig leszették ketten, vagy nehogy isten hárman. Úgyhogy ezekre a dolgokra jobban oda kell figyelni majd a jövőben. Igen, viszont egy kicsit kiestetek a ritmusból, mert tényleg az a két első feleg az nagyon hamar megvolt. Tényleg kettőt pislogott az ember is, már vittétek a két feleget, és utána valahogy kiestetek a ritmusból, és tényleg egyedül maradt az Asmus. Ja. És amit még mondani akarok igazából az, hogy ugye nem játszottuk le a harmadik helyét a meccset az olaszokkal. Ez elég nagy bunkóság és szégyen, de egyáltalán nem voltunk már motiváltak, mivel nem is az a line-up volt, amit szerettünk volna, ugye Kazán hiányzik. Ez meg is látszott a csapaton, és így nem akartunk játszani a harmadik helyet az olaszokkal. Akkor még egy kis Insta történet. Pont te voltál, meg azt hiszem talán még Fidert is megvádolták, hogy mennyire csaltok, és erre te mit is csináltál? Igen, de mint utóbb kiderült, már Feeder is és Marin is felvette. Elkezdtük felvenni videókamerával, vagy fényképezőgéppel, vagy éppen telefonnal a meccseinket. Leraktuk az asztalra, és a monitort vette egész végig,
hogy látszódjon semmi wallhack vagy egyéb program nincs a dologban. És igen, kétszer 20 perces avik készültek arról, ahogy játszunk. És ezeket a videókat el kellett küldeni, ahogyha kérték az adminoknak, vagy éppen a játékosoknak, mert azt hiszik, hogy csalunk. Ugye voltunk már a első oldalán, és akkor több clanbase meccsen a kommenteknél ott volt, hogy csalunk, stb. És ezt ugye próbáljuk megcáfolni. Ami szerintem sikerült is ezekkel a videókkal, de itt is kaptunk ideget, meleget is, mert van, aki azt mondta, hogy persze ez teljesen ez bizonyít mindent, hogy itt nincs csalás, de van, aki azt mondta, hogy az egészet csak újra játszottuk, tehát hogy nekünk volt arra 40 percünk, hogy bohóckodjunk a gép előtt úgy, hogy nincs bedugva az egér és a billentyűzet. Újra játszani a meccset, tehát ilyen hülyeséget. Hát akkor most ennyi erővel azt is mondhatták volna, hogy minek vettétek fel a videókat. Akármit meg lehet száfolni. Élő streambe kellett volna nyomni, vagy nem tudom. Ja, persze. Hát csak adjanak hozzá a gépet, és akkor csinálom úgy, mint termi. Na, kicsit térjünk ki az NC-ből, és ha már közösségi oldal, akkor kicsit közösségi vizekre ezünk. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy általában most mi a véleményetek a magáról a színről, tehát mennyire vannak magyar játékosok kupákon, ligákon, esetleg pick-upon, és milyen szinten vannak, mi a véleményetek a utánpótlásról lényegében? Világszint. Nekem igazából a hazai kvék azt a tucatnyi játékos jelenti, akikkel több éve üzem a biznisz, és valószínűleg jövőjét is ők fogják jelenteni. Mondjuk egy hazai szájára elég sokat lendíthetne ezen a dolgon, legyen a CEO vagy TDM. De igazából inkább csak célját játszanak. Vagy a nuboknak egyből elkezdjük a TDM-től, amit egy jobb csapat ellen játszanak, illetve publikon elég nehezen jön össze egy jelesztető game. Az lehet az egyik oka, a másik, hogy nem olyan könnyű manapság egy aktív 4-5 hozni. Volt, ami még annó külön egy éve 500 fős kétalon az elteulájában, ahol egy kávészünet arra összeszedte. Majd sajnos nem lehet. Viszont ott a Facebook és egyéb közösség oldalak, amiket nem használják ki a listán a közösség alkotó lehetőségeit. Például, hogyha én kezdő lennék, biztos igyekeznék találni magam mellé hasonló szintű játékosokat, neveznék mondjuk House of Raken, vagy Clanbase-en, vagy legalsó divízióban, szépen lassan haladni felfelé a táplálékánc csúcsa felé. Lehet kinyitni. Többiek véleménye? Van egy csoport Facebookon, egy kvk.hu, de ott néha van csak ilyen szervezkedés, az is csak ilyen publikra mennek, azt annyi. Igen, ez egy elég jó kérdés. Őket kéne összeszedni, vagy egymás mellé tenni, aztán ők gyakoroljanak. Én részemről úgy vagyok vele, hogy senki vagyok ahhoz, hogy meghatározzam, hogy mégis milyen szinten rendelkezik az utánpótlás esetleg, vagy olyan magyar játékos, akit nem ismerek. Én csak erről a 15 játékosoktól nyilatkozni, akik egyéb Nations Cup-okon, esetleg ligánkon képviselik Magyarországot. Velük napi szinten beszélünk, játszunk esetleg, hogyha úgy alakul. Ezen a 15 emberen kívül pedig úgy látom, hogy teljesen reménytelen a helyzet. Tehát azok az emberek most, tehát régebben nekünk nem adott meg ez a lehetőség, hogy Facebookon vagy bárhol összedjünk embereket, lemezzünk ligára, nem volt elengtéve ennyi, minden hát mégis... Hát ezt nem mondanám mondjuk, hogy megvoltak a mi lehetőségeink is. Hát megvoltak, de szerintem a mostani generációnak sokkal több. De nem látnám azt a motivációt, tehát ahogy RP is említette, felmennek public szerverekre, játszadoznak, és amint esetleg egy magasabb szintű szülőjátékos ellen lőnek, azonnal feladják, elmegy a kedvük, de motiváltak lesznek. De erre is, úgy bár ezt is meg lehet száfolni, mert valamelyik nap felmentem játszani, és egy Fire Mage nevezetű srác ellen toltam, aki magyar volt, és olyan szinten szétbaszott, hogy én se hittem el. Tehát mindig akarnak kivételek. Remélem, hogy ezek a játékosok, akik ilyen skillt képviselnek, egyszer majd
csatlakoznak olyan emberekkel, olyan ligákra, ahol Magyarországot ugyanúgy tudják képviselni, mint a régi arcok, akikre annó felnéztünk. Én már látom kezdeményezést Facebookon, hogy valaki írta, hogy nem akar TDM-ezni, és embereket keresett maga mellé, hogy esetleg a alacsonyabb divíziókba indulnának, de hát ezek szerint az abból maradt, vagy tehát nem lett bele semmi. Pedig, az igazság, hogy TDM-be időt kell fektetni, hogy igazán jó lehess. De hát ez hosszabb távon kifizetődő, ezt tanúsítom. Hát jó, de érted, hogyha nem is akar Div 1 lenni, de a Div 5-ben, vagy nem tudom mi most Clambase-ben legalsó, hogy attól függ mennyien indulnak, tehát Div 4-ben simán el lehet bohóckodni, és esetleg találnak olyan szintűeket, akik megvernek. Hát ez így van. Már csak a tapasztalatszerzés miatt is érdemes lenni. Most elhangzott az, hogy ez nagyon sok időt igényel, és ezt teljes mértékben alátámaszthatom, mert például itt vagyok én, hogy 6 éve játszom, és most 7, és most értem el azt, hogy srácok megbíztak bennem, és esetleg a spanyolok ellen megengedték, hogy velük játszhassak. Tehát nagyon sok időnek kell eltenni, és hogyha szeretjük igazán ezt a játékot, akkor van rá lehetőség is, hogy folyamatosan fejlődjünk, és ne adjuk fel. Hanem egyre jobbak legyünk az idő elteltével. Így van, az egyén függő is, hogy kiben milyen potenciál van. Van, aki 1-2 év alatt nagyon jó tud lenni. Van, aki soha életében nem lesz, tehát személye válogatja. De a belefektetett munka az kifizetődő. Az ki. Amúgy elég sok magyar játszik, amennyire én szoktam nézni, csak marhára szétszóródva. Pedig mindegyik két klámból van összesen, mert egyik klámonnak van, vagy 140 tagja. És így most néztem meg, hogy a Facebook csoportban 158 ember van, tehát igaz. Jó, de most mit látsz? Kb. Azt lehet látni, hogy minden egyes szerveren van egy-egy magyar. Mindegyik FFANC-ja, mindegyiken ott egyesé volt, mi marulva. Igen, ez biztos, hogy a notepod.hu, ami elég sokat segít. Egy kis hazai közösséget, illetve elindítja az útján a játékosokat. Ez teljesen tényleg így van. Azok van a fej. Hát ez az a baj, hogy ezt csak el lehet megbeszélni. Megvédjük a dolgokat. Quake 3-ban tényleg nagyon jó volt ez a COD szerver, mert volt ugyebár Duel, TDM szerver, és összete a magyar játékosokat, tehát low-tól elkezdve high skill játékoson keresztül mindenki együtt tudott játszani, rendesen el voltak hozzá a csapatok, és mindenki jól érezte magát. Szerintem akkor egy sokkal szorosabb közösséget alkotott. Igaz, hogy kevesebb emberrel, de akkor nagyjából mindenki ismert mindenkit, és szerintem a motiváció is sokkal nagyobb volt. Mindenki le akarta győzni deseiket. A motiváció ez még mindig nem. Nos, hát akkor így a vége felé érkezünk már. Esetleg van-e még, amit el akartatok mondani a NC-vel kapcsolatban, vagy így egyéb dolgokkal kapcsolatban? Hát nem igazán. Ugye összegezett tényleg én abszolút elégedett vagyok ezzel a legjobb 8-al. Azzal kevésbé, hogy olyan volt a hozzáállásunk, amilyen, de igyekszünk ezen javítani a következő szerint. Na, hát akkor ez egy remek végszó volt Destó. Én meg szeretném köszönni meg szeretném köszönni a szponzoraimnak, a fakelifecheats.com-nak, hogy támogattak ezen a Nations Cup-on. Ott nagyon jól sikerült. A 60-as fél az ott volt minden meccsen. És még a videókamera sem vette észre. Ja, még. Én egy akarok köszönni, hogy aki feltérte a CB arcomat, és miatt nem tudtam mamásra játszani, annak köszönöm. Nem kéne, csalik ott kell. Megint ez az alibi szöveg. Ja. Nézd meg, mert egy cheaterrel játszottunk. Valaki behagszolt, nem tettek jól. És még annyit szeretnék, hogy nehogy illegális, nehogy valami illegális dolog legyen, amire itt most rávettél minket.
Már ha végleges bant kapunk, baj lesz. Úristen, bazd meg. Ja igen, így utólag elmondanám, hogy mindenki személyesen beleegyezett, és utána írásban is aláírta, hogy ki mehet Quake-ura. Biztos, hogy mindenki. MP3 formátumban. Így van. Még szónak lőjetek sok TDM-t, és ne felejtsétek, csapatunk ez a kult szó. Így van. Én is nagyon szép szeretném megköszönni, hogy játszottam magyar színekben, és Magyarországot képviselhettem. Mindenki játszon, sok gyakoroljon, és reméljük a legjobbakat a közeljövőben. Legközelebb jobb eredményt érünk. És köszönjük Macinak ezt az interjút. Nem, hát én köszönöm nektek. Pszichónak újabb 2v1-es szituációja van, amit nem fog elhozni, hiszen nem beszél. Nem Pszichó elhozta a 2v1-es szituációt! Ó, úristen, bazd meg, belőtte! Ha elé ugrottak a fiúk, egyet, kettő, kettő lövéssel, kettő golyóval, két fejest osztott, egyszerűen beugrottak elé, minthogyha vonalzóval húztak volna egy vonalat, beugrottak Pszichó elé, és belőtte mind a kettőt. A fejessel, úristen, micsoda makonya volt ez.